No hát, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyúttal szeretném megköszönni Sándor Attilának a megtisztelő felkérést, hogy előadást tarthatok a Szegedi Gombás szervezésében életre hívott mikológiai tanszék programsorozatban. A ganodermának, vagy más néven halhatatlanság gombájának is gyakran nevezett faj egyik legszebb és legnépszerűbb története a fehér kígyó legendája. Ebben a kínai történetben a képen látható Bai Shuzhen ellopja az Omei-hegyen növő fényes Lingzi gombát, hogy annak segítségével hozza vissza a szerelmét az élők közé. Az előadásomban ennek a nagy népszerűségnek örvendő és világszerte termesztett gyógygombának a taxonómiai hátterét szeretném megvilágítani a tudomány jelenlegi állása alapján. Ugye a ganoderma főként ugye lucidumnak nevezett fajt már régóta ismerjük, tudomány előtti időkből is vannak olyan források, amik tanúskodnak erről. Főleg Ázsiában nagy népszerűségnek örvend ez a gomba, és számos ábrázolás lehet találni, amin jól felismerhetően szerepel, de Európában is találhatunk olyan korai munkákat, amin felismerhető a ganoderma lucidum, vagy egy ganoderma faj termőteste. Erre jó példa itt a jobb oldalon látható 17. századból származó Aldrovandi munkájából lévő metszet. Viszont, hogy a tudományos szempontból akarjuk megközelíteni a kérdést, akkor ugye Linnétől kezdhetjük a történetünket, ugye, aki bevezette a kettős nevezéktant, illetve ugye a fajok érvényes leírása is az ő munkájától datálható ugye a gombák esetében is. Linnénél viszont még nem szerepel ez a faj. Az első Linné utáni szerző, akinél már jól felismerhetően egy ganodermára emlékeztető termőtestet lehet látni, ő Giovanni Antonio Battara, aki a Fungorum Agri Ariminensis História című munkájában, ami 1755-ben jelent meg, már számos fajt ábrázolt. Ez egy kb. 80, vagy egy nagyjából 80 oldalas munka, 40 tábla található benne, 248 fajjal. Hát itt a borítón is egyébként, ha megnézzük, akkor azért még érezhető, hogy itt az ábrázolásokban azért nagy képzelő erő is kell, hogy felfedezhessük a ma már jól ismert gombafajokat. Viszont a ganodermának a jellegzetes termőteste azért így is felismerhető. Ugye itt ezen a táblán látható az alábbi ábrázolás, aminek Battara az Agaricus dactyloides nevet adta. Battarát egyébként nem szokták elfogadni nevezéktani szempontból érvényesen közlő auktornak. Ő még következetlenül használta a kettős nevezéktant. Egyébként speciál ebben a leírásában, mint hogyha ugye lenne rendes nemzetség és nemzetségnév és faji jelző rendelve a leíráshoz. Akinél viszont már egyértelműen tudományos szempontból is érvényes leírást találunk, és a ganoderma felfedezhető, az Nikolaus Joseph von Jacquin, aki Ausztria flóráját foglalta össze 1773 és 1778 között 5 kötetben, és ennek az alkotásnak az első kötetében találunk egy ábrát, ami alapján jól felismerhető, hogy egy fiatal, még fejlődésben lévő ganoderma termőtestről van szó. Jacquin ennek a gombának az Agaricus pseudopoletus nevet adta. Később ugye Észak-Amerikában tevékenykedő, jól ismert mikológus, ugye Muril 1903-ban ezt a nevet a ganoderma nemzetségbe kombinálta, mint az egyik legkorábbi érvényesen leírt ganoderma név. Érdekessége egyébként ennek a munkának, hogyha a későbbi köteteket nézzük át, akkor már a második kötetben találunk még egy ganodermát, ahol már ki is fejlődött rendesen a kalaposodó rész,
és itt ugye más nevet is adott Jack Quinn ennek a gombának, és Boletus rugosusnak nevezte el, erről majd még később lesz szó. Hát más európai mikológusok is leírták ezt a gombafajt ugye különböző neveken, vagy vélhetően ugye ugyanezt a gombafajt. A franciáknál Jean-Baptiste François Pierre Bouliard volt az, aki Franciaországnak a növényeit, illetve hát gombáit összefoglalta egy hétkötetes munkában. Ezek a kötetek 1780 és 1793 között jelentek meg. Bouliardnál így néz ki a Ganoderma lucidum szinonímjaként kezelt faj, bár itt jegyezném meg, hogy a Ganoderma lucidum komplexbe tartozó Ganoderma carnosumra erősen hasonlít ez a szín összeállítás, ami utólag nehéz megállapítani, hogy mennyire a művészi kiszínezésnek a sajátja, és mennyire a valóságot ábrázolja. Minden esetre Bouliard ennek a gombának a Boletus obligatus nevet adta 1780-ban. És csak ezután következik a William Curtis, aki neve ugye olvasható a jól ismert Ganoderma lucidum név mögött. Curtis London környékének flóráját foglalta össze, szintén több kötetben, egy nagyon szép kiadványban. Itt a jobb felső sarokban lehet is látni egy méretarányos ugye, eredeti kiadást, ahol nagyon szép ábrákon ábrázolta a növényeket és gombákat is, és Curtisnél is megjelenik a Ganoderma London környékéről, és Curtis adta a Boletus lucidus nevet, amiből később ugye a Ganoderma lucidum név is származik. A Ganoderma név pedig Peter Adolf Karsten finn mikológushoz köthető. Itt egy nagyon rövid leírásban különítette el ezt a nemzetséget 1881-ben, és ekkor még ez a nemzetség egyetlen egy faj tartalmazott, a Ganoderma lucidumot. Azonban, ha megnézzük ugye ezt a rövid nemzetség leírást, illetve kombinációt, akkor feltűnik az, hogy nem Curtis neve szerepel a Ganoderma lucidum után, hanem Leiser neve. Ennek az az oka, hogy majd mindjárt a következőképpen ezt is fogom mutatni, előtte csak a maga a névnek, hogy a Ganoderma névnek a jelentése az az ógörökből vezethető le. Ugye a ganosz az fényességet, ragyogást jelent, a derma pedig a kéreg jelentéssel bír. Ugye a lucidus meg eleve a fényeset jelenti, tehát itt a fényesség az duplán megjelenik a faj tudományos nevében. És hát visszatérve arra, hogy miért Leiser neve szerepelhet Karstennél, annak az lehet a magyarázata, hogy Leiser is alkalmazta ezt a nevet, ugye hivatkozik is Curtis munkájára, tehát az ő munkájában, ami ugye két évvel később jelent meg, tehát 1783-ban, ott is szerepel a Boletus lucidus, de amiért Karsten neki tulajdoníthatta ezt a nevet, annak az lehet a magyarázata, hogy a Flora Hollandsisnek van egy korábbi kiadása, ami 1761-es, és gyakorlatilag ott ugyanezt a gombát Leiser még Boletus flabelliformisként írta le. Tehát tulajdonképpen a Leiser gombája és leírása az megelőzi az eddig bemutatott leírásokat és tudományos neveket is. Később ez egyébként okozhatott bonyodalmat, hogy Leiser vagy Curtisnek tulajdonítsák a fajt, de nevezéktani szempontból magát, ugye a Boletus lucidus nevet azt először Curtis adta. Bár nem ő volt az első, aki ezt a gombát leírta, illetve ugye a tudomány számára felfedezte. Később egyébként a Ganoderma nemzetséggel többen is foglalkoztak, és újabb kombinációk és fajok születtek. Elsősorban ugye Narcisse Théophile Patouillard-nak köszönhetően, aki gyakorlatilag az első Ganoderma monográfiát publikálta 1889-ben. Ez már 48 Ganoderma fajt tartalmazott,
és itt még Patujár két szekcióra osztotta a nemzetséget. Az egyik ugye a Ganoderma szekció volt, ami alapvetően a Lucidum, Ganoderma Lucidumhoz hasonló megjelenésű gombákat foglalta magába, a másik pedig az Amauroderma szekció volt, amit később nemzetség rangra emeltek, és hát majd látni fogjuk néhány diával később, hogy legújabban pedig számos további nemzetségre osztották föl. A ganodermáknak a szisztematikájával alapvetően Marinus Anton Donk foglalkozott, ő volt az, aki először a ganoderma típusú gombákat alapvetően spóramorfológia alapján kezdetben a ganodermatoidei alcsaládba, később pedig önálló családba, 1948-ban a ganodermatácei családba sorolta. És még egy mikológust meg kell említeni a ganoderma kutatók közül, Stuart, aki nagyon intenzíven foglalkozott ezzel a csoporttal, számos fajt írt le, alapvetően mikroszkópikus bélyek alapján határozta a ganoderma fajokat, és a spórák ornamentációja alapján különített el további nemzetségeket, ilyen volt például a Haddóvia vagy a Humfreya nemzetség. Ha most ránézünk a ganoderma típusú gombákra, ezt szakirodalomban nagyon gyakran a ganodermatácei családként szokták körülírni, bár több munka inkább a poliporácei családnak egy csoportjaként tekint ezekre a gombákra, akkor morfológiai alapon az alábbi nemzetségek már leválasztásra kerültek, ugye maradtak a valódi ganodermák, az előbb említett Humfreya és Haddóvia nemzetségek, illetve még az Amauroderma, ami ugye már Patujárnál is egy szekció volt, illetve a Tomophagus az, amit többé-kevésbé morfológiai alapon sokan már elfogadtak. Voltak más próbálkozások is, a Magoderna nemzetség elkülönítése, vagy akár a Trahiderma nemzetségi, ami viszont illegitim módon került leírásra. És hát ha ránézzünk a ganoderma típusú gombákra, amit nagyjából morfológiailag tudni lehetett róluk, akkor Moncavónak és Rivardennek a munkáját érdemes elővenni, mint egy alap szakirodalom. Ők azt a rengeteg nevet és fajt, amit leírtak a ganoderma és a ganoderma típusú gombák közül próbálták nevezéktani szempontból összeszedni. Ugye ez még abban az időszakban volt, amikor ezek a nagyobb internetes adatbázisok még nem voltak elérhetőek. Ebben a munkában, ami 1997-ben jelent meg, Moncavó és Rivarden 386 nevet tekintett át. Úgy találták, hogy ebből 6 név az illegitim, 17-et különböző okok miatt kizártak, és volt további 27 olyan név, amit bizonytalan névnek találtak. Tehát gyakorlatilag a megmaradó 336 ganoderma névből 116-ot szinonimnak javasoltak, tehát ez alapján arra jutottak morfológiai alapon, hogy körülbelül 220 ganoderma faj lehet, és ebből 118 az gyakorlatilag a ganoderma algénuszba tartozik, ami tulajdonképpen a ganoderma lucidumhoz hasonló termőtestet képző fajokat tartalmazta, tehát tönkre, kalapra különülő és fényes, lakkos bevonatú ganodermákat foglalt magába. Viszont ugye morfológiai alapon is nagyon nehéz volt ezt a munkát elvégezni, és nem véletlen, hogy ennyi fajt írtak le a ganoderma nemzetségen belül, és hát a mai napig is sokat idézik Rivardennek az alábbi két kijelentését, ugye a 85-ös kijelentése, hogy a taplógombák közül, tehát a polipors típusú poroid gombák közül a legbonyolultabb nemzetség, illetve amit 91-ben írt, hogy a ganoderma nemzetség az jelenleg ugye ilyen taxonómiai káoszban van, azzal jellemezhető,
Érdekes, hogy azóta azért eltelt 30 év, és új módszerekkel gazdagodott a tudomány, és még most is nagyon sok a bizonytalanság, mint hogy majd látni fogjuk a továbbiakban. Hogyha a ganoderma típusú gombáknak a szisztematikáját nézzük, akkor az utóbbi pár évben elindult egy folyamat, ami elsősorban az amauroderma csoportnak a további felosztását kezdte el. Ennek a folyamatnak az első munkája az 2017-ben jelent meg, ahol alapvetően dél-amerikai szerzőktől született meg ez a munka, és morfológiai, spóramorfológiai és filogenetikai alapon választottak le két új nemzetséget, a foraminispórát és a furtadóát. Utóbbi egyébként, tehát a furtadó az nem bizonyult egy túl jó névválasztásnak, ugyanis ezen a néven már ismert egy növény nemzetség is. Ezt egyébként jeleztem is a szerzőknek, későbbi munkákban sem javították ki ezt a érvénytelenül leírt nevet, számomra egyébként érdekes módon. A folyamat az folytatódott, nemrég jelent meg többnyire kínai szerzőktől egy szintén nagyobb munka, ahol még egy újabb nemzetséget választottak le, ez a sanguinoderma, ezek is korábban ugye az amauroderma csoportba tartoztak, és hát nem sokkal rá még egy másik munka is megjelent, ahol megint két további nemzetséget választottak le, a amaurodermellus és a krisztataspóra génuszokat. Az én személyes véleményem egyébként ezzel az egész folyamattal kapcsolatban az, hogy nagyon sok jel mutat arra, hogy ezeket a nemzetségeket nem biztos, hogy érdemes leválasztani, egy viszonylag fiatal csoportról van, gombacsoportról van szó, és abszolút vállalható koncepció lenne az, hogy a ganodermákat nem egy szűkebb értelemben vesszük, hanem gyakorlatilag az ganodermatoid spórákkal rendelkező gombák, akik gyakorlatilag filogenetikailag is együtt csoportosulnak, akár egy nemzetséget is alkothatnak, és ezek mind ganodermák lehetnek. De persze ezt vizsgálatokkal kéne, meg további elemzésekkel bizonyítani. Minden esetre, ami számunkra most fontosabb lesz egy ilyen szisztematikai áttekintés után, az a szűk értelemben vett ganodermák, és ezen belül is azok a ganoderma fajok, amik Kínában előfordulnak, ugye, hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy a termékeken, akár leírásokban, még tudományos munkákban is, ugye a halhatatlanság gombájaként hivatkozott faj az tudományos értelemben melyik ganoderma lehet a sok közül. Ugye csak Kínából rengeteg fajt írtak le, elég intenzív kutatások folytak morfológiai alapon is, és hát ugye újabban a molekuláris genetikai vizsgálatokkal kiegészített, ugye modern kutatásokat is sokat végeztek. Minden esetre nagyjából olyan 75-100 ganoderma faj ismert Kínából, vagy volt ismert nagyjából 20 évvel ezelőtt, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy ennyi fajt leírtak már Kínából, még az utóbbi években is évente gyakorlatilag publikálnak egy-egy új fajt a Ganoderma lucidum komplexből. Ezeknél persze felmerül a lehetősége annak, hogy korábban már morfológia alapon leírhatták ezeket a fajokat, amiknek ugye nincs elérhető szekvenciája, és vizsgálni is nehéz őket. Majd látni fogjuk ugye a linkzigomba esetében is ezt a problémát. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy számos taxonómiailag bizonytalan faj található ezek között. Nagyon sok az olyan leírt faj, leírt ganoderma faj Kínából, amit csak a leírója vizsgált, és egyetlen egy lelőhelyről, ugye a locus classicusáról ismert. Gyógyászati célra hivatalosan még kevesebbet használnak, gyakorlatilag négy faj neve jelenik meg a szakirodalmakban, ez a Ganoderma capense, a Ganoderma lucidum, a Ganoderma sinense és a Ganoderma cugae.
kínai gyógyszerkönyvben is egyébként két faj szerepel, tehát még ebből a négyből is csak kettő. Ez ugye a mindenki által legjobban ismert, ugye Ganoderma lucidum és a Ganoderma sinense. Ez utóbbi egy komplexet alkot. Alapvetően Ganoderma sinensének, vagy ugye régebben Ganoderma japonicumnak nevezték azokat a Ganoderma fajokat, amiknek ilyen feketés színű, sötét kérge van, és szép fényes felületűek. Ezekből számos termék készül, ugye Black Reishi néven lehet ezeket gyakran, vagy Black Lingzi néven lehet ezeket gyakran elérni. Mi a probléma a Ganoderma sinense komplexel? Hát az, hogy elég nehezen határozhatók, és számos ilyen fekete kalapú Ganoderma faj ismert. Itt néhány képet válogattam ki, Wu és Dai 2004-ben megjelent könyvéből, amiket mind külön fajnak gondoltak morfológiai alapon. Ezek közül azért jó néhány faji elkülönülését a filogenetikai vizsgálatok is igazolták. Ezek közül, a vadon termő példányok közül, itt a bal felső sarokban lévő ábra mutatja a valódi Ganoderma sinensét, de az, hogy mi kapható a boltokban, mi szerepel, melyik gomba van a termékekben, azt nyilván ez a taxonómiai nehézség is befolyásolhatja. És hogy mi a gond a ganodermák morfológiai alapú határozásával, illetve interpretálásával, arra egy példát hoztam, a Ganoderma valesiacum példáját, amit az eredeti leírása egy néhány soros diagnózis, ami ugye 1895-ből származik, nincsen hozzá ábra, a típus anyag az vagy nincs, vagy sokszor nem elérhető ezeknél a régen leírt fajoknál, és gyakorlatilag a leírás alapján születnek a modern interpretálások. És hogy ki milyen hangsúllyal tekint az egyes morfológiai bélyegekre, az alapján a fajazonosítás is eléggé el tud csúszni. Erre jó példa nagyjából egy időben megjelenő két munka, ugye a már említett Wu and Dai-nak a Kína Ganoderma típusú gombáinak a monográfiája, ahol itt a Ganoderma valesiacum így néz ki, ugye szerintük, illetve Bernicsiának az európai taplógombákat feldolgozó monográfiája, ahol pedig egy szemmel láthatóan is egészen más gombát látunk. Tehát gyakorlatilag itt nagyon fontos az, hogy a ganodermáknál mely morfológiai jellemzők lehetnek alkalmasak faji szintű határozásra, illetve hát nem véletlen, hogy a morfológiai alapon való határozás miatt és fajleírások miatt ugye a már említett Rivarden mondat az elhangzott, tehát hogy a Ganoderma nemzetség egy taxonómiai káoszban található. A filogenetikai vizsgálatok, illetve ugye a molekuláris taxonómiai vizsgálatok reményt adtak arra, hogy ezt a taxonómiai káoszt fel lehessen számolni, és már a 90-es évek közepén elkezdődtek ezek a munkák. Itt Moncalvónak két munkáját lehet megemlíteni, aki a Ganoderma lucidum komplexben végzett főként még ekkoriban vizsgálatokat. Itt gyakorlatilag már ennél a vizsgálatnál kijött az, hogy az európai Ganoderma lucidum az különbözött a tesztelt markerek alapján a Ganoderma lucidumként ismert kelet-ázsiai, illetve dél-kelet-ázsiai gombáktól. Tehát itt legalább három leszármazási vonalat talált már Moncalvo, illetve az ő munkatársai a vizsgálatukban. Viszont, hogy az ázsiaiaknak milyen nevet lehet adni, az pont az előbb említett számtalan leírt faj és bizonytalan taxon miatt kérdéses volt, és ők sem vállalkoztak ezekben a munkákban még arra, hogy nevet adjanak ezeknek az elkülönülő leszármazási vonalaknak.
2012-ig kellett várni, addig, amíg kísérletet tettek arra, hogy megnevezzék a Lingzi gombát, tehát ezt a kelet-ázsiai leszármazási vonalat. Itt két munka párhuzamosan jelent meg, gyakorlatilag néhány hét különbséggel publikálták ezt a két munkát. Ami pár héttel korábban jelent meg, az Wang és munkatársainak a cikke, amit a Plus One labban közöltek, és ők arra a megállapításra jutottak filogenetikai, de inkább morfológiai alapon, hogy a kelet-ázsiai Lingzi gomba az egy korábban leírt, 1983-ban leírt ganoderma fajjal azonos, aminek ugye a ganoderma szechuanense nevet adták még Zhao és Zhang. Ennek ugye érdekessége csak, ami a fehér kígyó legendájához kapcsolódik, ugye, hogy a fényes Lingzi gomba az ugye az Omei-hegységben, vagy Omei-hegyen nőtt, és ugye az Omei-hegy pedig egyébként Szechuan tartományban található, tehát talán ez a kötődés még felismerhető ebben a névben. Viszont a pár héttel később megjelenő másik munkában, amit Szaó és munkatársai közöltek, ott más megállapításra jutottak, és nem csak a Lingzi gombának az azonosítása kapcsán, hanem a ganoderma szechuanense megítélése kapcsán is. Ebben a munkában is részletes vizsgálatok voltak, néztek termesztett mintákat, vadon növő mintákat is, morfológiai és molekuláris genetikai alapon is, és itt arra a megállapításra jutottak, hogy mivel ezt a fajt, tehát a Lingzi gombát korábban a Ganoderma lucidummal azonosították, ezért gyakorlatilag ennek a fajnak a leírása soha nem történt meg, és új fajként visszanyúlva a nevezéktani gyökerekhez Ganoderma Lingzi-nek nevezték el. És ami ennek a munkának az érdekessége, és ami a vitatárgyát képezi a mai napig, az abban áll, hogy azon kívül, hogy azonosították egy új fajként a Ganoderma Lingzit, szekvenálták a Ganoderma szechuanense típusfaját is, ami sikerült nekik, viszont ugye a másik csapatnak ez nem sikerült, nem sikerült DNS-t kivonniuk a holotípusából a Ganoderma szechuanensének, tehát gyakorlatilag eddig egyedül Szaóéknak sikerült ezt megtenniük, és hát azóta se sikerült ezt senkinek se megismételnie. Minden esetre az ő munkájuk alapján a Ganoderma szechuanense típusa az a mi Ganoderma rezinálceumunkkal együtt csoportosult, és egy másik fajt takar, mint a kelet-ázsiai nagybecsben tartott Lingzi gomba. Ezt egyébként a másik csapat megtámadta ezt a véleményt, és a taxonban közöltek egy cikket, ami során kijelöltek egy epitípust ugye a Ganoderma szechuanensének, mondván, hogy a Ganoderma szechuanense holotípusát, ezt ugye itt a jobb oldali képen lehet látni, azt az olyan rossz állapotban van, hogy abból nem lehet DNS-t kivonni, és hát ilyenkor szoktak ugye a holotípus mellé egy epitípus kijelölni, ami gyakorlatilag onnantól típusnak számíthat és alkalmazható ugye taxonómiai megállapításokhoz, és hát viszont az epitípust azt úgy jelölték ki, hogy az epitípus az megegyezett a Ganoderma Lingzi holotípusával, tehát itt egy ellentmondás keletkezett. Az epitípus és a korábbi Dai-féle munkában közölt holotípusból származó szekvencia az nem egyezik ez alapján. Erre válaszként a Yu Cheng Dai féle csapat, ugye Zhou és munkatársai által közölt cikkben reagáltak is,
ők elutasították a Ganoderma szechuanense epitípusát, tehát továbbra is a Ganoderma lingzit tartják az érvényes névnek, és kiállnak amellett, hogy nem történt hiba a Ganoderma szechuanense szekvenálása során, és az valóban az a szekvencia és információ a holotípusból származik. Tehát amíg nem sikerül ennek az ellenkezőjét bizonyítani, addig az epitípus az tévesen lett kijelölve a munkájuk alapján. Ennél egy kicsit még szövevényesebb a történet. 2020-ban erre is megjelent egy válaszcikk, amiben már bekapcsolódott a kínai kutatók mellé Paul Kirk is, akiről azt érdemes tudni, hogy a nyilván sokak által használt Index Fungorumnak a szerkesztője, tehát például amikor az Index Fungorumban rákeresünk a Ganoderma lingzi névre, akkor ugye az Index Fungorum a Ganoderma szechuanense nevet fogja érvényes névként feltüntetni. Jó, ennek az is az oka, hogy Paul Kirk a Ganoderma szechuanense mellett állt ki, illetve ezzel értett egyet, mint ahogy ebben a cikkben is olvasható. Egyébként több érdekes érv található ebben a cikkben, de ahogy nagyjából itt is kiemelik, az egész kérdés eldöntésének a kulcsa az abban áll, hogy a típus szekvencia az vajon megállja a helyét. Itt egyébként már nagyon durván fogalmaztak, a szokatlanul durván tudományos cikkekben a szerzők, és gyakorlatilag majdnem, hogy hamisítással vádolták a lingzis csapatot. Egyébként ennek a cikknek a bírálója is voltam, és még ott kértem is, hogy egy picit azért finomítsák az állításokat, mert azért ezeket a vádakat meg kellene alapozni. Minden esetre én is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, főleg ugye a Ganoderma lucidum nevezéktani kérdései kapcsán, és amikor átnéztem a korábbi szinonim neveket, akkor bukkantam egy érdekes leírásra és névre. Ez a Boletus dimidiatus név volt, amit Thunberg Japánból közölt 1784-ben, tehát csak 3 évvel később, mint hogy egyáltalán a Ganoderma lucidumot Curtis ugye publikálta, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a Ganoder, vagy Boletus dimidiatus név, amit én ugye a Ganoderma nemzetségben helyeztem át, ez gyakorlatilag a legkorábbi Kelet-Ázsiából közölt Ganoderma faj, és ugye a leírásban is már szerepel a Reishi név, és hát morfológiailag is nagyon úgy tűnik, hogy akár ez a faj azonos lehet a Ganoderma lingzivel, vagy hát a másik csapat szerinti Ganoderma szechuanensével, viszont sajnos fotó rendelkezésre áll a típusanyagból, viszont kölcsönözni nem lehetett, úgyhogy nem volt lehetőségem alaposabban megvizsgálni, hogy ezt az állítást igazolni lehessen. Minden esetre még a Yu Cheng Dai-ék írtak egy cikket több nagy nevű mikológussal, itt akár ugye Lei Frivárdenre is gondolhatok, aki már ugye előkerült a Ganoderma kutatás kapcsán, és ebben a 2017-ben megjelent cikkükben egyébként azt el is ismerik, hogy az első lehetséges alkalmazható név a lingzi gombára, az a Boletus dimidiatus lehet, ugye, hát most már ugye Ganoderma dimidiatum, viszont azt is kiemelik, hogy szeretnének majd írni egy javaslatot, amiben a Ganoderma lingzi nevet fogják javasolni a Ganoderma szechuanense és a Boletus dimidiatusszal szemben, pont azért, hogy a nevezéktani kérdések megoldódjanak. Ennek először nem örültem, amikor ezt láttam, jó lett volna hinni abban, hogy majd egy ilyen fontos gombánál a Ganoderma dimidiatum fog szerepelni ugye az érvényesség alapján, viszont kicsit átgondolva a dolgokat,
egyetértek egyébként Yu Chengdáék felvetésével, tehát függetlenül attól, hogy valójában ki és mikor írta le először ezt a fajt, egy olyan nevet kéne találni, ami elfogad a szakma, és gyakorlatilag a kereskedelemben is bevezethető. Egyszerűen azért, mert ha nem így történne, akkor csak bonyodalmak származnak a különböző nevezéktani interpretálásokból. Jó, erről majd még szeretnék az előadás hátra lévő részén beszélni. Azóta nem született meg egyébként ez a javaslat, de minden esetre Yu Chengdájalnak egyértelművé tettem, meg beszéltünk személyesen is, hogy amennyiben ez megszületik, akkor ehhez én is csatlakozni fogok támogatóként. Idáig csak egy nevezéktani kérdésről beszéltünk, tehát amit ugye egyértelműen tudunk, hogy az európai Ganoderma lucidum, ami ugye Curtis típusához köthető, vagy kötődik, az eltér a kelet-ázsiai Ganoderma lucidumként ismert Lingzi gombától. Az, hogy hívjuk, az ugye egy bonyolultabb történet, nagyjából ezt próbáltuk áttekinteni taxonómiai szempontból. Viszont nagyon fontos kérdés az, hogy van-e bármilyen különbség gyógyászati szempontból a két faj között, vagy ha úgy közelítjük meg, kemo taxonómiai szempontból. Az egyik első ilyen munka, ami már konkrétan ezt a kérdést próbálta tisztázni, az 2015-ben jelent meg. Itt ugye a Lingzi gombánál a Ganoderma szechuanense nevet használták, és alapvetően itt Ganoderma sav és lucidenik savakat vizsgáltak, és arra jutottak a kutatás során, hogy az európai valódi Ganoderma lucidumban ez a tartalom nem volt mérhető. Míg a kelet-ázsiai gombán, itt a szechuanenzét érdemes megnézni, itt ugye találtak ganoderma savakat a termőtestben, tehát vannak kemotaxonómiai különbségek, és beltartalmi különbségek ugye a két taxon között. Egy sokkal konkrétabb vizsgálat, az hivatalosan talán 2017-ben jelent meg, itt még egy ilyen impressz cikk látható 16-ból, ez ugye Hennicke és munkatársaihoz köthető. Itt ugye alapvetően a triterpén tartalomra voltak kíváncsiak a szerzők, és nagyon szépen vitték végig a kutatást, tehát gyakorlatilag két mintával dolgoztak, egy Ganoderma lingzi és egy Ganoderma lucidum mintával. Ezeket megnézték morfológiailag, meg is szekvenálták őket a biztos azonosítás miatt, és azonos körülmények között letermesztették őket. És utána ezekből nézték meg, hogy milyen különbség tapasztalható a triterpén tartalom alapján. És hát itt arra a megállapításra jutottak, hogy a valódi Ganoderma lucidumban nagyon alacsony a triterpén tartalom, és egy olyan mondat is elhangzik a cikkben, hogy a Ganoderma lucidum, ugye sensus stricto szűk értelemben vett Ganoderma lucidum, az vélhetően nem is minősül gyógygombának, bár a cikkben is hozzáteszik nagyon egyébként helyesen, hogy itt azért más beltartalmi anyagok is és biológiailag aktív metabolitok is szerepet játszhatnak abban, hogy gyógygombának minősüljön egy faj, tehát itt csak a triterpén tartalmat mérték, de például a poliszaharid tartalmát azt így még nem hasonlították össze a két gombának, aminek ugye szintén fontos szerepe van. Itt csak zárójelben jegyezném meg, hogy egyik kollégám az élettani tanszéken mért szekvenált ganoderma, lingzi és lucidum termőtestekből poliszaharid tartalmat. Ez még ilyen nagyon kezdetleges vizsgálat, dr. Imán Mirmazlóm, és ő azt találta, hogy nincs különbség a két faj között, tehát nagyjából ugyanolyan mennyiséget talált mindkét termőtestben, tehát azért ez még egy erős kijelentés, és biztos, hogy ez még finomodni fog, de ez azért több és alaposabb vizsgálatok kellenek még. Viszont pont azért, mert eltérő beltartalmi anyagok találhatóak a különböző ganoderma fajokban, kíváncsiak voltunk arra, hogy mit termesztünk ganoderma lucidumként. Ugye morfológilag nagyon nehéz ezeket a gombákat elkülöníteni egymástól,
És hogy ezt mi is vizsgáljuk hazai körülmények között. Itt Szarvas József, dr. Szarvas József állított be még egy kísérletet, amihez csak később tudtunk, vagy később kapcsolódtunk, amikor már a változatos termőtestek megjelentek. Minden esetre a beállított kísérletnél az történt, hogy kétféle szubsztrátumot állítottak össze, pont azért, hogy a szubsztrátum hatást is lehessen valamennyire vizsgálni, illetve hat olyan törzssel oltották be a termesztő zsákokat, amik termesztői körökben Ganoderma lucidumként fordultak elő. Itt ugye egy törzsből 10-10 zsákot került ugye beoltásra, itt ugye az A és B összetétel alapján. Az eredmény az érdekes lett, ugye egy termesztő helyiségben azonos időben, azonos körülmények között történt a termesztés, mégis nagyon változatosak lettek a termőtestek, ami ugye azzal is magyarázható, hogy a zsák az hol volt megnyitva, vagy a polcon hol helyezkedett el, tehát biztos, hogy ez is befolyásolta a termőtestek morfológiáját. Minden esetre nagyon elgondolkodtató volt a kezdeti eredmények meg termőtes produkció alapján, hogy itt akár több faj is jelen lehet a termesztésben. Itt látjuk így összegyűjtve a különböző termőtest típusokat. Ami még érdekes volt, hogy a szekvenálás következtében az összes termőtes az alapvetően két csoportba került, és három darab Ganoderma lucidumunk lett, és három darab Ganoderma lynxink, és ha megnézzük ezeket a mintákat ugye az A és B zsákokon, akkor azt látjuk, hogy a zsákok összetételnek, vagy szubsztrátumnak a szubsztrátumok összetételében nem volt igazából különbség a termőtest morfológiára, viszont a termőtest morfológiában voltak nagy hasonlóságok a két faj között, sokkal nagyobb, mint a fajon belül, tehát termesztési körülmények között nagyon más típusú, itt a széndioxid szint miatt, meg sok minden más ez befolyásolhatja, de nagyobb különbség volt fajon belül a letermesztett minták között, mint a Ganoderma lynx és Ganoderma lucidum termőtestek között morfológiai alapon. De ami ezek az egész munkának a valódi üzenete, az, hogy termesztésben mindkét faj jelen lehet, és nem, hogy egy taxonómus, de pláne egy termesztő nem fogja tudni valószínűleg morfológiai alapon olyan könnyen elkülöníteni a két fajt egymástól, tehát tesztelni azt, hogy egyáltalán, vagy ellenőrizni azt, hogy egyáltalán melyik faj lehet ott a termesztésben. Ugye alapvetően a Ganoderma lynxi, az ugye itt a piros pontokkal jeleztem, az Kelet-Ázsiában fordul elő, ezek olyan ismert lelőhelyei, ezek a pontok, ahonnan a padon gyűjtött mintából szekvencia is elérhető, tehát szépen kirajzolódik, hogy tényleg ilyen Kelet-Dél-Kelet-Ázsia az elterjedése, még ugye a Ganoderma lucidum egy európai faj, ugye a London mellett található ugye a locus classicusa. Viszont, hogyha mindkét fajt termesztjük, termeszthetjük, vagy jelen lehet a termesztésben, és a egyre népszerűbb farönkös termesztésből indulunk ki, akkor akár a Ganoderma lynxi is előbb-utóbb ugye megjelenhet a termesztés helyszíne körül, akár vadon is. Erre egyébként egy remek példa az a következő cikk, amiben gyakorlatilag a Ganoderma lucidumot kimutatták Észak-Amerikából, noha korábban úgy tudtuk, hogy a Ganoderma lucidum az Európában fordul csak elő, illetve Ázsiának alapvetően a nyugati régiójában, viszont termesztés miatt vitték be Észak-Amerikába, és azt figyelték meg, hogy ahol megtalálták Lloyd és munkatársai, illetve ki tudták mutatni, azok mind olyan területek voltak, ahol a közelben farönkös gombatermesztést végeztek. Tehát valószínűleg onnan szökött ki, illetve ott fordult elő. Jó, ugye itt a
Ganoderma lucidum clád látható kiemelve. Jó, és hát ezt követően ugye felmerül az is, hogy a termékekben mi található, tehát ha a termesztésben jelen lehet több faj is, több ganoderma faj is, akkor mi szerepelhet a termékekben. Az egyik ilyen cikk, ami gyógygomba készítményeket, illetve mintákat vizsgált ilyen céllal, az 2017-ben jelent meg. Itt bejelöltem több más gomba mellett zöldnyillal láthatóak a baloldali részen a Ganoderma lucidum termékek, tehát ahol ugye ez a név szerepel a terméken, mint hogy itt a jobb oldali képen is ezt lehet látni. És ha megnézzük az eredményeket, akkor a Ganoderma lucidum az szechuánense, vagy nem sikerült ugye a szekvenálás, csak reménykedhetünk benne, hogy azért nem sikerült, akár technikai oka van, és nem pedig azért, mert mondjuk fűrészport raktak a Ganoderma gomba helyett a termékbe, illetve megint egy Ganoderma szechuánense. És ami még érdekes, hogy megjelenik például a Ganoderma resinaceum is, ugye, ami egy nálunk is honos Ganoderma faj, az óriás lakkos tapló. Illetve, ez ugye megint itt megjelenik, illetve megint a szechuánense. Tehát alapvetően az amerikai, a által végzett vizsgálat alapján a Ganoderma lucidum név alatt található termékek egyikében sem volt Ganoderma lucidum. Ezek többnyire ugye a kelet-ázsiai Ganoderma lingzi vagy szechuánense zét tartalmazzák, vagy pedig ugye a Ganoderma resinaceumot. Egy másik vizsgálat más módszerrel, de szintén ugye a molekuláris genetikai módszerekkel vizsgálta szintén ezt a kérdést. Itt arra jutottak a megvizsgált 20 termék esetében, hogy alapvetően a legtöbb termékben azért a Ganoderma lingzi található, tehát ez nagyjából összhangban van az előző kutatással, viszont itt nem a Ganoderma resinaceum jelent meg ugye elsősorban a plusz gombaként, hanem a Ganoderma aplanatum, ami ugye szintén megtalálható hazánkban is, ugye ez a deres tapló. Jó, és hát itt is volt olyan, amiből nem sikerült gomba DNS-t izolálni. Nekünk is volt még ezeket a vizsgálatokat megelőzően egy kutatásunk, amiben arra kerestük a választ, hogy az egy dolog, hogy a termesztésben és a termékekben milyen nevezéktani problémák vannak, de a tudományon belül ez hogy jelenik meg, és hogy valójában ez a Ganoderma lucidum név ez mennyire és hányszor jelenik meg rosszul ugye a tudományos genetikai, molekulás genetikai szekvenciákat tartalmazó adatbázisokban. Itt ugye a GeneBank adatbázist használtuk, és ennél a vizsgálatnál, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, és alapvetően 1045 szekvencia volt elérhető, ezek közül válogattuk le azokat a szekvenciákat, amik megbízhatónak tűntek, és ezeket kiegészítettük további ganoderma fajokkal, illetve típusanyag szekvenciákkal, itt 16 ganoderma faj típusanyag szekvenciáját is használtuk ennél a vizsgálatnál, és ebből építettünk egy törzsfát, és hát arra kerestük a választ, hogy a Ganoderma lucidum néven feltöltött szekvenciák, azok hány kládban, hány faj esetében jelennek meg. Tehát tulajdonképpen azt szerettük volna tudni, hogyha egy taxonómia ismeretekkel nem rendelkező kutató vagy kutatócsoport ugye meg is szekvenálja a saját mintáját, és ezt a GeneBankben összehasonlítja az adatbázisban lévő szekvenciákkal, akkor hány esetben fogja azt kapni, hogy az megegyezik a Ganoderma lucidummal, mert ugye ezt a nevet fel fogja dobni a rendszer. Itt jelölöm azokat a kládokat, amikben van Ganoderma lucidum néven feltöltött szekvencia. Jó, ezek mind filogenetikai értelemben külön fajok. Jó, tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy legalább 14 faj esetében szerepel a GeneBank adatbázisban a Ganoderma lucidum név, és gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy a valódi Ganoderma lucidum
szekvenciák azok hány százalékát adják ki a vizsgált szekvenciáknak, akkor ha nagyon szűk értelemben vesszük a fajhatár, tehát ilyen 1%-os fajhatárban, különbségben gondolkodunk, akkor 6,1, a 98, tehát 2%-os határban gondolkodunk, akkor is 6,6%-a a valódi ganoderma lucidum, a ganoderma lucidumként feltöltött szekvenciáknak. Ennél egy kicsit már jobb a helyzet, vagy javult talán a helyzet. Nemrég jelent meg egy újabb kutatás, ahol gyakorlatilag a görög aténi egyetem kollégái 3908 szekvenciát, ganoderma szekvenciát elemeztek. Itt nem csak a lucidumot, hanem minden más ganoderma szekvenciát is. Ezek gyakorlatilag 92 nevet takartak, és az eredmények alapján ezek valójában 80 fajt mutattak, és hát gyakorlatilag ők arra a megállapításra jutottak itt a GenBank és a Unite adatbázisokat is használva, hogy a Ganoderma lucidum néven feltöltött szekvenciák 78%-a hibás. Tehát még mindig ez egy viszonylag friss munka, még mindig sajnos ez a helyzet, és hát látjuk, hogy a legtöbb szekvencia itt ezzel a barna, nem is az én képernyőmben, ilyen barnás színnel jelölt hasáb, ugye a Ganoderma lingzi, ez tartozik, itt ugye 615 szekvenciát különítettek el. Jó, itt látható ugye a Ganoderma lingzi-nek a mintaszáma. És hát, hogyha nevezéktan, akkor arra is kíváncsi voltam, hogy a tudomány mennyire fogadja be a tudományos eredményeket. Tehát itt most nem az üzleti részről, nem a marketing értékről beszélünk, hanem a tudományos cikkekről, hogy melyik nevet preferálja gyakorlatilag a tudományos közösség. Ugye 2013-tól néztem meg ezeket a találatokat, ugye 2012-ben jelent meg mind a Ganoderma szechuanense, mind a Ganoderma lingzi-nek a vel kapcsolatos cikk, ugye a lingzi-nek a leírása, tehát tulajdonképpen 95-től már tudtuk, hogy másik faj, de igazából nevet, függetlenül attól, hogy ki melyiket preferálja, ugye 2012-től tudunk adni ennek a fajnak, és mégis ugye a cikkekben gyakorlatilag azt látjuk, hogy még mindig nagyon domináns a Ganoderma lucidum név használata, ami néhány esetben indokolt lehet, ha valóban a Ganoderma lucidumot vizsgálták, de hát a cikkeket átnézve ezeknek a döntő része azok ugye az ázsiai mintákkal dolgoztak, tehát itt egyszerűen a tudományos név, az érvényes tudományos név és taxonómiai koncepció figyelmen kívül hagyásáról van szó. Ugye látszik, hogy a szechuanenzét azt nem nagyon fogadta be a tudományos közösség. 13 óta a PubMed adatbázisban mindösszesen 3 találatot lehet erre találni, a Google Solarban pedig 86-ot. A Lingzi azért nagyobb elfogadottsággal rendelkezik, itt ugye a PubMed adatbázisban 62 válogatott közlemény fordul elő, a Google Solarban pedig 775, azért ez már egy jobb szám, de ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy hány tudományos cikkre való találatot kapunk a Ganoderma lucidumra, akkor ez a közel ezres szám a PubMed-be 2013 óta, és a majdnem 20 ezer találat a Google Solarba azért egy nagyon domináns találati szám. Jó, egyébként ez ugye olyan szempontból is érdekes, hogy ha valaki mondjuk a ganodermáknak a beltartalmi anyagaival, gyógyászati jelentőségével szeretne foglalkozni, és ennek utána szeretne nézni, akkor ilyen mennyiségű cikknek az átnézései szolgál olvasni valóul, tehát hogy a hatalmas irodalma van ugye ennek a témának, ebben én most ebbe az előadás keretében nem is vállalkoztam, hogy belemenjek, meg nem is értek hozzá, nem a szakterületem. A név kapcsán felmerült az, hogy mi lehetne a megoldás, ugye ezen is próbáltam gondolkodni, tehát hogy lehetne a nevezéktani kérdéseket úgy megoldani, összhangban természetesen a kódnak a szabályzatával, hogy valamennyire ezen a kaotikus helyzeten javítani lehessen.
Ugye az első megoldás az, hogy itt a Szechuan nem névnek az elutasítottságában ugye nagyon kevés cikkben foglalkoztak, vagy fogadták csak el. Itt ugye ezzel nem is számolok, mert alapvetően az lenne a cél, hogy minél inkább elfogadja a szakma is a nevet, illetve hát nyilván a társadalom is. Úgyhogy az első megoldás, hogy minden marad így, a Ganoderma lingzit érvényesíteni kell, ugye itt a Ganoderma dimidiátummal szintén nem számolok, és akkor a Ganoderma lingzi, mint a legnépszerűbb név lesz a kelet-ázsiai fajnak a neve, és a Ganoderma lucidum marad az európai fajnak a neve. Ezzel az a gond, ahogy az előbb is láttuk, hogy a nevezéktani kérdések azok összetéveszthetőek lesznek, amikor egy cikkben azt olvassuk, hogy a Ganoderma lucidumban ezt meg ezt mérték, vagy ilyen meg ilyen eredményre jutottak, akkor ha nincs ott egy szekvencia, ami alapján ellenőrizni lehet, és általában nincs ott, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan Ganoderma lucidum név alatt milyen taxont vizsgáltak a kutatók, és itt még nyilván számos más taxon is bejöhet a képbe, tehát nem csak a két faj összetéveszthetősége. A Ganoderma lucidum név ugye használata a lingzi vagy reishi gombára az tudománytalan, tehát innentől kezdve, hogyha ez egy másik fajt jelent tudományosan, mégpedig egy európai fajt, akkor ezt tudományosan igényességgel nem lenne szabad alkalmazni, és ugye ez a mostani állapot, ez eltérő nevezéktant eredményez mind a tudományban, mind a gyógygomba kereskedelemben. Itt a megoldások, a kettes pontban az egyik megoldás az lehetne, hogy a Ganoderma lucidumnak adunk egy új nevet, tehát kivesszük a Ganoderma lucidum nevet a tudományos névhasználat közül, tehát hogy az európai fajnak egy más érvényes nevet találunk, így amikor valahol a Ganoderma lucidum megjelenik, akkor csak annyit fogunk tudni, hogy valami Ganoderma lucidum alkatú gombáról van szó, de nem egy konkrét fajt nevezünk meg vele. Így viszont ugye a Ganoderma lucidum név elvesztése lenne faji rangon, illetve hát ezt az egész dolgot, ezt ugye jóvá kéne hagyni a nevezéktani, gombák nevezéktani bizottságának, tehát ott át kéne vinni egy ilyen kezdeményezést, amihez ugye azért nagyobb nemzetközi támogatottság kell. Minden esetre láthattuk, és az előadás elejéből ez kiderült, hogy a Ganoderma lucidum név, majd erre még vissza fogok most térni, azért lehet, hogy nevezéktani szempontból, mivel Fries szankcionált ezt a nevet, ez az érvényes, viszont azt látjuk, hogy vannak korábbi érvényes leírások is, amik alternatívaként megjelenhetnének. A harmadik megoldás pedig az egy korábbi felvetésen alapul, ez felmerült a tudományos közegben is, hogyha ennyire népszerű még mindig a Ganoderma lucidum a kelet-ázsiai gombára, akkor hagyjuk ezt a lingzit meg szechuanenzét, jelöljünk ki egy új típust, egy kínai típust a Ganoderma lucidumnak, és adjunk az európainak egy új nevet, és akkor innentől kezdve a lucidum azt fogja jelenteni tudományosan is, mint amire a legtöbben használják. Ez a legmerészebb, tehát ez mondjuk azért eléggé szembe megy. Mindent meg lehet persze tenni, ha a bizottság jóvá hagyja, ennek is lehet létjogosultsága, de ez azért eléggé szembe megy ez a koncepció azzal, amit a tudományos közeg és gyakorlatilag a nevezéktan az képvisel. És hogyha a második pontból indulnánk ki, tehát annál a koncepció, ami számomra talán a leginkább járható lehet, hogy adjunk az európai gombának egy új nevet, ami nem okoz ilyen kavarodást, akkor érdemes megnézni, hogy az előadásom elején említett nevek közül melyik névből indulhatunk ki, és melyik névből hozhatunk létre egy alkalmas nevet a saját ganodermánknak. Itt ugye, ha megnézzük az összes nevet, akkor Fries előtt, aki ugye a sok-sok név közül a Polyporus lucidus név alatt ugye a lucidus, a lucidum jelzőt preferálta, és ezáltal szankcionálva lett ez a név, előtte már 14 különböző néven nevezték ezt a fajt, tehát Fries 1821-es munkája előtt, és Curtis, akinek ugye a lucidus jelzőt köszönhetjük, előtte is már ugye 5 különböző név van, ami potenciálisan alkalmas lehet az európai faj megnevezésére.
Ha megnézzük egyébként Curtis munkáját kicsit alaposabban, és eddig csak az ábrát mutattam meg, itt látszik a leírás is, akkor már egy újabb érdekes dologra bukkanhatunk. Ugye Boletus lucidusként írta le a fajt, de már a leírásban megemlíti a Boletus rugosus-t, amit szintén ugye néztünk Jacquinnek a második kötetben való leírását, hogy ez a gomba ez ugyanaz, tehát már ő is elismerte, hogy igazából nem egy új gombát fedezett fel, csak egy új nevet adott neki, és ezt egyébként a leírásban indokolja is, egyszerűen azzal indokolja, hogy szerinte a rugosus név az nem hangzik olyan jól, meg nem írja le olyan jól ezt a gombát, mint az általa adott lucidus. És ha megnézzük a két ábrát, még a hasonlóság is felismerhető, hogy gyakorlatilag a Curtis által közölt ábra az egy nagyon hasonló kivitelezés, mint amit Jacqueline évekkel ezelőtt ugye a Boletus rugosus alatt közölt. Úgyhogy például ehhez a fajhoz vissza lehet nyúlni, pláne, hogy Curtis hivatkozta ugye a Boletus rugosust a munkájában. Ezen a kis, talán elsőre bonyolultabbnak tűnő ábrán áttekintjük a lehetőségeket, akkor ugye a legelső név, ami felmerülhet, az ugye ez a Boletus flabelliformis volt, amit ugye Leiszer adott 1761-ben, és később ugye változtatta Boletus lucidusra. Ha ebből próbálnánk kiindulni, és létrehozni a Ganoderma flabelliforma nevet, azt nem tudjuk megtenni, ugyanis ez a név már létezik. Muril tévesen egyébként más bazionimra hivatkozva közölte ezt a nevet, tehát ebben az esetben, ha ez lenne a típus, akkor egy új faji jelzőt kell találni. Ha megnézzük a Boletus rugosus nevet, mint egy következő alternatívát, amit ugye az előbb néztünk meg, akkor nagyon hasonló a helyzet, Ganoderma rugosum nevet nem tudjuk adni, mert ez a név már foglalt egy teljesen más gombára, egy korábban ugye a maurodermák közé tartozó fajnak adták korábban a Ganoderma rugosum nevet, ugye még Patujár 1889-ben, amikor még szekció volt az Amauroderma, most egyébként tavaly meg ez a gomba, tehát ez a rugosus, vagy rugosum, ez ugye a Sanguinodermába került, amit most újabban különítettek el nemzetséget, tehát ebben az esetben is gyakorlatilag egy új faji jelzőt kellene találni. Én egyébként ezt a Boletus rugosus alapján való leírás preferálnám, de vannak kétségeim, hogy ez az egész koncepció egyáltalán a nevezéktani bizottságon átmehet-e. Minden esetre ez talán valamennyire segítene a Ganoderma lucidum körül kialakult nevezéktani bizonytalanságok tisztázására. És akkor zárásképpen, az előadás zárásaképpen egy rövid összefoglaló, hogy akkor mit is tudunk erről a sokak által kedvelt és népszerű gombáról, illetve a rokonsági köréről. Ugye a Ganoderma nemzetség az egy nagy és divers csoport, több száz faj tartozik ide, pláne ha a ganodermatoid gombákat is ide sorolnánk, és hát egy kozmopolita elterjedésű csoportról van szó, főleg ugye trópusi eredetet valószínűsítenek ennek a csoportnak, Európában ugye csak néhány fajuk ismert, de Kínában jóval több fajuk fordul elő. A Ganoderma lucidum az egy ugye gyakran tévesen használt tudományos név, tehát amikor termékeken találkozunk ezzel a névvel, akkor majdnem biztos, illetve nagyon valószínű, hogy valójában egy másik Ganoderma faj található a termékben. Viszont ha kimegyünk az erdőbe, itt ugye hazánkban, akkor meg jó eséllyel ugye a valódi Ganoderma lucidummal fogunk találkozni. Jó, tehát ez alapján megállapítható, hogy a halhatatlanság gombája, amit ugye különböző termékleírásokban is a Ganoderma lucidumra szoktak alkalmazni, tehát ez a gomba, amit ilyen múltja, illetve tradíciója van, ez ugye egy másik Ganoderma faj, nem azonos a mi Ganoderma lucidumunkkal, és egyébként a Ganoderma lucidum is egy fajkomplexet alkot, erről most nem beszéltem, de ez is még egy bizonytalan téma. A Reishi vagy Lingzi nevű gomba, ugye tudományos neve az jelenleg is még vitatott, de a leggyakrabban használt érvényes név, és én is ezt preferálom, ez a Ganoderma Lingzi. Jó, alternatív nevekként pedig ugye a Ganoderma Szechuanense jelenik meg, de láttuk, hogy ott a
van egy bizonytalanság a faj azonosítása kapcsán, illetve az általam is említett Ganoderma dimidiátum lehet talán a legkorábbi neve ennek a gombának. Termékekben, főként ugye a széles körben termesztett Ganoderma lingzi faj található, ez egyébként jó hír, tehát ez ugye azt jelenti, hogy alapvetően az a gomba van a termékekben az említett kutatások alapján, bár hazai viszonylatban ilyen munka tudtommal nem készült, tehát egyébként volt olyan termesztő, ahol szekvenáltunk mintát, és ott is a Ganoderma lingzi mutatott azonosságot a termesztett minta, tehát azért feltételezhetjük azt, hogy a legtöbb termesztésben lévő Ganoderma, az a Ganoderma lingzivel azonos, ami ugye a legjobban is vizsgált, gyógyászati szempontból legjobban is vizsgált faj. De fontos, hogy mind a két vizsgálat rámutatott arra, hogy lehetnek más fajok is a termékekben, illetve termesztésben is. A nevezéktani bizonytalanságok, amiről most itt az előadás végén beszéltem, azok pedig ugye problémát okoznak kereskedelemben, tudományos cikkekben is, ugye egyaránt a fogyasztóknak és a kutatóknak is. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet. Szeretném megköszönni a lehetőséget itt is még egyszer, hogy erről a témáról beszélhettem, illetve ebbe az előadás sorozatba bekapcsolódhattam. Kiváló előadásokat, amiket volt szerencsém nekem is meghallgatni az előzőekben, azokat követően. És hát persze sok szeretettel köszöntök mindenkit itt élőben is. Köszönjük szépen, ez kedves tőled különösen. Hogyha taxonómiailag ilyen nehéz helyzetben van az, aki ezt a gombát akár mondjuk a természetes élőhelyén gyűjti, akkor feltételezhető, hogy a tradicionális használat során is esetleg több faj került a kezükbe? Ez elég valószínű, igen. Nagyon valószínűnek tartom, hogy korábban pláne mondjuk Ázsiának különböző részein más-mást értettek ugye a Ganoderma, vagy hát a lingzi, vagy reishi alatt, és itt több hasonló fajt is gyűjthettek és fogyaszthattak, nem csak a most Ganoderma lingzikét ismert fajt. Úgyhogy ez elég valószínű, hogy más Ganoderma fajok, vagy akár még egyébként azt se zárnám ki, hogy néhány hasonló megjelenésű más tapló is bekerült a szárítmányok közé. Ebből következne a következő kérdés, hogy vajon ismerjük-e a pontos hatóanyag tartalmat, illetve a hatásmechanizmust? Én tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de talán tudnál mondani valamit erről. Itt ehhez csak azt annyit tennék hozzá, hogy nagyon sok mindent tudunk erről a gombáról. Ismerjük a teljes genomját, több mintából is már ezt megszekvenálták. Gyógyszerészek, kémikusok, nagyon sokan orvosi lapokban is jelentek meg cikkek ezzel a gombával kapcsolatban, tehát nagyon sokat tudunk róla. Én az előadásban annyit szerettem volna bemutatni, hogyha az alapok rosszak, tehát hiába vannak nagyon jó kutatási módszerek és rengeteg cikk egy gombával kapcsolatban, de ha nem tudjuk, hogy pontosan mi az a gomba, amit vizsgálunk, mert nem vesszük igazán komolyan a taxonómiát, akkor sokszor az eredmények értékelése az félre tud vinni, és ezekben a cikkeknek a jó részükben nehezen visszakövetkeztethető, hogy pontosan melyik fajt vizsgálták. És csak feltételezzük, hogy a legtöbb esetben azért a cikkek a Ganoderma lingzire vonatkoztak. Hogy a fontos hatásmechanizmusba én nem mernék belemenni, nem értek hozzá. Egyébként javaslom, hogy akár ilyen témában, gyógygombákkal kapcsolatban is a jövőben akár Ványolós Attilát, dr. Ványolós Attilát meg lehetne kérdezni, mert ő ennek a témának a szakértője gyógyszerészként, és ez tényleg már nem az én szakterületem. Úgyhogy erre sajnos nem tudok válaszolni, hogy pontosan hogy fejti ki a hatását. Köszönjük szépen a választ. Van, aki úgy összegezte részben az elhangzottakat, hogy hát tulajdonképpen nem tudjuk, mi van a dobozban, hogyha még a termesztők is időnként maguk sem tudják, hogy mit termesztenek. És hát van-e akkor megbízható márka vagy termesztő, akihez nyugodtan lehet fordulni?
Igen, tehát valóban ez a probléma, hogy ezeket a termékeket ilyen szempontból sem vizsgálják be, és sok esetben ugye maguk a termesztők sem vizsgálják meg a saját gombájukat, nem is biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen bonyolult csoportról van szó, kapnak egy törzset, ami a termesztésben jól működik, megfelelő termőtes produkcióra képes, és nyilván ezek a törzsek terjedtek el a termesztésben, amik sokat tudnak teremni. Hogy pontosan melyek ezek a törzsek, igen, azt nem tudjuk, és így az se, hogy pontosan mi kerül bele a termékbe. Azért én azt feltételezem, és a kutatások is azért ezt mutatták, amikor csináltak ilyen vizsgálatokat, ugye sajnos nem nálunk, hogy azért főleg ez a Kelet-Ázsiában széles körben terjesztett Ganoderma lynxi terjedt el, ezt cserélgették, hordták szét, lopkodták el egymástól a termesztők, és nyilván ezek kerültek termesztésbe is, és így valószínűleg a termékek nagy részében is ezek vannak, de nem zárhatjuk ki, mint ahogy erre a kutatások rámutattak, hogy más Ganoderma fajok is jelen lehetnek a termesztésben, és jelen vannak a termékekben. Konkrét termesztőt most nem neveznék meg. Van, akiről tudom, hogy Ganoderma lynxi termeszt, mert szekvenáltuk a mintáját, azért nem szeretném kiemelni, mert a többiekét meg nem néztük meg, és így kevésbé szeretnék most, nem szeretnék senkit ilyen kiemelni a többiek közül. Ha valakit nagyon érdekel, vagy megkeres személyesen, akkor tudok olyan termesztőt mondani, ahol biztosan Ganoderma lynxi van a termékekben, mert egyszerűen az van a termesztésben. Érthető, köszönjük szépen a választ. Említetted, hogy bizonyos helyeken ezt ilyen külterjes módszerekkel is termesztik, és feltehető, hogy elvadulnak. Emiatt ugye megjelennek itt idegen honos fajok. Nem tudom, hogy végeznek-e manapság még ilyen típusú vizsgálatokat, hogy képesek-e ezek egymással szaporodni, képeznek-e hibrideket, illetve biológiai fajfogalom kategóriában is valóban elválnak-e egymástól, tehát nem képesek-e esetleg közösen utódot létrehozni, és a többi. Hát igen, ez a gombáknál, nagy gombáknál is ez a hibrid kérdés, ez egy teljesen jogos felvetés. Néhány cikket láttam más taxonoknál, ami ezt a kérdést feszegeti. Ganodermáknál még egyáltalán nem láttam ilyen témát, hogy hibrid taxonokról lenne szó. Szóval egyébként evolúciós szempontból egy viszonylag fiatal nemzetségről van szó, annyit azért nagyjából már tudunk, ami ugye főleg azért a trópusokon elterjedt, tehát itt a hazai fajokat nézve, meg európai fajokat nézve ugye viszonylag kevés fajról beszélhetünk, és ezeket azért viszonylag jól el lehet egymástól különíteni. A Ganoderma lucidum komplexben egyébként van néhány olyan faj, amit ilyen szempontból is érdekes, vagy taxon, amit érdemes lehetne vizsgálni, mert itt nagyon kicsi különbségek vannak genetikailag, legalábbis azoknál a markereknél, amikkel a gombákat vizsgálni szoktuk az egyes taxonok között, és néha a morfológiai bélyegek sem egyértelműek, úgyhogy itt azért is egy faj komplexről lehet csak beszélni. Tehát ilyen hibridizációs folyamatokról én a ganodermáknál egyelőre nem tudok. Egyelőre a fajokat szeretnénk lehatárolni, megérteni és rendszerezni. Amikor fajokról van szó, akkor már manapság már kizárólag csak a génszekvenciákkal dolgoztok, vagy dolgoznak, vagy esetleg van még ilyen klasszikus szaporodási vizsgálat is? Hát általában, amikor új ganoderma fajokat írnak le, itt az utóbbi években minden évben 2-3-4 új fajleírás is születik, akkor mindig van filogenetikai vizsgálata a leírás mellé, tehát ma már ganodermát genetikai vizsgálat nélkül nem lehet leírni. Ugyanakkor mindig van morfológiai jellemzés is, viszont pont a morfológia vitte félre az egész nemzetségnek a határozhatóságát, mert mindenki más bélyegeket gondolt, morfológiai bélyegeket gondolt relevánsnak a nemzetség tekintetében. Nagyon variábilisak tudnak lenni ezek a gombák, ugye ezt láttuk a termesztéses kísérleteknél is, és hát ugye ez a természetben is valamilyen módon megjelent, és ez eredményezte azt a nevezéktani káoszt, amiben még
most is nagyon nehezen rendszereink vannak. Úgyhogy igazából a válaszom az, hogy a genetikai módszerek a döntőek, de a leírásokhoz azért mindig szoktak morfológiát, gazdanövény preferenciát, földrajzi elkülönülést, tehát valamilyen akár ilyen biológiai tulajdonságokat még mellékelni, de a genetika a döntő, tehát általában ezek filogenetikai fajok. Én őszintén szólva megdöbbentem azon a tényen, amit itt közöltél velünk, a génbankban található rengeteg, hát megbízhatatlan adatra vonatkozóan. Ez csak itt a Ganoderma nemzetségre jellemző, vagy van esetleg más problémás nemzetség vagy faj? Hát én úgy tudom, volt egy korábbi ilyen nagyobb általános vizsgálat a gombákra vonatkozóan, az már jó pár évvel ezelőtti, talán a Science-ben jelent meg, ha jól emlékszem, ott ilyen 20% körüli félrehatározott mintával kalkuláltak. Ez mondjuk ugye a Ganoderma lucidum esetében ugye 90% fölött volt, vagy az újabb vizsgálatnál is 80%-hoz közeli. Tehát más taxonoknál is természetesen ez előfordul, de a Ganoderma lucidumnál, illetve más Ganoderma fajoknál különösen sok a problémás, rossz néven feltöltött taxon vagy minta. Értem. Köszönöm szépen, kérdéseink végére értünk, akkor el is búcsúznék, és mivel itt megint csak volt egy kis technikai malőr a hanggal, akkor megismételném ismét, hogy nagyon szépen köszönjük ezt a pazar és tartalmas előadást, ami hát szinte nem is hagyos kérdést nyitva, talán ennek köszönhetjük azt, hogy már is sikerült megválaszolni a nézők kérdéseit.